Nos, önök a 700-as klubot láthatják. Örülünk, hogy velünk tartanak. Be szeretnék mutatni önöknek egy érdekes személyt. A neve Jeremy Anderson. És elég jó pénzt keresett nightclub vezetőként. Mellékesként beépített drogkapcsolatai is voltak, de egy nap hirtelen minden megszűnt. Nincs állás, nincs drog, nincs pénz. És Jeremynek vissza kellett emlékeznie, ki is volt ő, mielőtt bekerült az alvilágba. Nem dohányoztam, nem árultam drogot, nem is használtam. Semmi házasság előtti szex nem volt, nem jártam nightclubokba, 100%-osan az urban akartam leélni az életemet. Jeremy Anderson, amikor leérettségizett, egy jó keresztény fiú hírében állt. Éppen mielőtt az egyetemet elkezdte volna, a szülei új államba költöztek. Ekkor Jeremy egy újfajta szabadságba kóstolt bele. És hát ott voltam abban a városban, ahol egészen addig éltem, ahol a fél életem töltöttem méghozzá a szüleim nélkül. Király! Jeremy elmondta, hogy kis kompromisszumok vezettek el odáig, hogy olyan dolgokat tett, amiket azelőtt soha. Mielőtt még ráébredt volna, Jeremy ivott, drogozott és kapcsolatokba bonyolódott. Elkezdtem magamért élni. Elhatároztam, én leszek a menő, a legjobb csajokat akarom magamnak. Az összes pénzt, az összes ruhát akarom. Minden csak rólam szólt. Próbálta megtalálni az igazi identitását. Az egyetemen komolyan küszködtem ezzel, mert akkoriban váltam igazán férfivá, és próbáltam megtalálni, hogy milyen ember is leszek. Az egyetem után Jeremy menedzser lett egy autókölcsönző cégnél, és voltak drogdíler törzsvásárlók is. Olyan kocsit adtam nekik, amihez nem tudtak volna hozzájutni, ezért adtak pénzt és füvet is cserébe. Aztán Jeremy egy sikeres vállalkozást indított, amiben nightclubokat reklámozott. Jobban keresett, mint a főállásában, így felmondott. De amikor a zene elhallgatott, amikor a pezsgő már nem folyt, amikor a fényeket már lekapcsolták, felkeltem és kijózanodtam. Depressziós lettem, mert tudtam, hogy az életennél többről kell, hogy szóljon. Jeremy apja is tudta, hogy Isten többet tartogat a fiának, ezért imádkozott. Szerintem, amikor a nightclubos és drogos karrierem csúcsán voltam, akkor imádkozott a legjobban az apám. És váltott az értemvaló imádkozásról a szellemi harcra. Bármit is csináltam akkor, az nem hozott Istennek dicsőséget. Ezért azért imádkozott, hogy ne legyek abban sikeres. Egyik napról a másikra a drogos kapcsolataim megszűntek, és a nightclub is megszűnt. Egy hónapon belül egy vasam sem maradt, és másoknak is tartoztam. Jeremy útban volt hazafelé, hogy belője magát, amikor a nagymamájával volt egy beszélgetése. Azt mondta, hogy nézd, össze kell szedned magad, add át újra az életedet Istennek, ő szeret téged, használni akar téged. Mi történt az unokámmal? Én pedig válaszoltam, hogy nézd, nagyi, az emberek változnak, már nem vagyok többé az a kisrác, aki prédikált, más ember vagyok, erre ő. Nézd, te megváltoztál, de Isten helyre tud állítani. És elkezdtem ezen gondolkodni, Isten tényleg meg tud változtatni. Ez egy fordulópont volt. Valami az agyamban, valami a lelkemben bekattant. Azt mondta, hogy Isten szeret téged, helyre tud állítani, és még mindig használni akar. Jeremy alárendelte magát Istennek, de még szembe kellett néznie drog és alkohol függőségével. Elhittem a sátán hazugságait. Azt hittem, hogy csak akkor tudok nyugodtan aludni, ha ezután a döntés után egyszer még utoljára belövöm magam, vagy berúgok. Elkezdtem szívni valamit, ami azonnal feldob, de csak szívtam, és semmi hatása nem volt. És akkor elsírtam magam. Isten szólt hozzám, hogy drogokat, alkoholt és nőket használtál, hogy betölts egy űrt a szívedben és a lelkedben. Amióta befogadtál engem, fiam, már nincs több helye ezeknek a dolgoknak. Én betöltöm ezt az űrt az életedben. Jeremy azóta sem nyúlt sem alkoholhoz, sem drogokhoz. És az apja keresztelte meg újra. Nem sokkal később feleségül vettett részét, és Jeremy ma már boldog apa. Könyveken és előadásokon keresztül osztja meg történetét. Ma Jeremy már a mennyei atyára néz az identitását illetően. Az atyának van terve az életünkre vonatkozóan, és nem engedi meg, hogy az ördög tönkre tegye az életünket. Még ha messzire is mentünk, az ördög gonoszságát jóra tudja fordítani. Ezt az én atyám meg tudja tenni velem.